Nézzünk hát körül a Szolnoki Galériában, pontosabban fél körül, ugyanis a tárlat egy része valójában Orosz István grafikus művész kamara kiállítása. Bevallom önöknek, legszívesebben bemutatnám az egészet apróra, de hát a műsoridő véges, és fél óra bizony kevés lenne ehhez. Amikor először láttam az itt kiállított grafikáit, akkor azonnal két képet láttam egy képben, aztán jobban megnéztem őket, és rájöttem, hogy sok ezer, vagy millió, vagy nem is tudom mennyi kép van benne. Szeret játszani? Hát persze, hogy szeretek, és azt meg különösen szeretem, hogyha a nézők játszanak a képeimmel, és megtalálnak olyan megfejtéseket, amikről nyilván nekem fogalmam sincs, mert én tényleg kettő, legfeljebb három jelentést tudok a munkák mögé látni, és hogyha maga azt mondja, hogy százat és milliót, akkor óriási előnyben van velem szemben, de igazából ezért is csinálom, mert egy képet azt hiszem, hogy azonnal megfejteni, meg minden titkával azonnal tisztában lenni, annál unalmasabb dolog nincs is, úgyhogy hogyha a kiállítás nézői észrevesznek olyan dolgokat, amit én nem tettem bele, vagy hogy Arany Jánost idézzem, gondolta a fene, az nekem szívet melengető dolog. A képek nagy része első látásra kissé morbid, aztán meg maga a gyönyörűség. Ön ilyen kettős ember? Két ember van magában? Hát nem tudom, ez nyilván a témától is függ, amelyekre azt mondja, hogy morbid, azok valószínűleg éppen az itt nagyjából mögöttem lévő képek, ahol egy-egy halálfej van elrejtve a képeken. Ezek konkrétan illusztrációk, tehát nem azt mondom, hogy nem saját jó szántamból csináltam őket, persze, hogy úgy csináltam őket, de magamon kívül benne van ebbe Sebastian Brandt is. Brandtnak a Bolondok hajója című frissen magyarra fordított könyvéhez készítettem illusztrációkat, és Vesztemre úgy találtam ki az illusztrációkat, hogy mindegyik kép ábrázol egy-egy jelenetet a Bolondok hajójából, plusz még ráadásképpen mindegyik egy-egy halálfej vagy koponya lesz. És minthogy körülbelül 100 illusztrációt kell majd készítenem, mert hát szakaszosan jelenik meg a könyv az egész Bolondok hajójához. Ezért mondom, hogy Vesztemre találtam ki, mert hát egyre nehezebben jutnak eszembe a dolgok, meg így hát már az én koromban az embernek állandóan koponyákat rajzolni, az olyan, szóval morbid, ahogy mondta. De másrészt meg, más perspektívából nézve, ugyanezek a képek, maradjunk ezeknél, gyönyörűséges, finom, idillek. Akkor az idillt is szereti. Hát bizonyára, illetve az ember meg se tudja mondani pontosan, hogy mit szeret, mert hát változok én is állandóan, és hogyha elkészülök egy grafikával, vagy akár csak a grafika egy részével, akkor nem biztos, hogy pontosan úgy folytatom én azt, ahogy azt előre elterveztem, ahogy eldöntöttem korábban, hogy mit csináljak vele, illetve hát a legjobb az, amikor egy grafika, egy műalkotás elkezd dolgozni. Tehát úgy érzem, mintha valaki más a papír túloldaláról is segítene, és talán ketten csinálunk meg valamit, vagy hozzuk össze a dolgot. Hát minimum ketten, hiszen ott van ön, aztán ott van a néző. A néző meg azt lát, amit lát. Ön meg azt rajzolt le, amit lerajzolt. Hát ez körülbelül így van, illetve amit most megfogalmazott, azt Marcel Duchamp úgy fogalmazta meg valamikor, hogy igazából a néző az, aki a műalkotást befejezi, sőt, ő még azt is hozzátette, hogy tulajdonképpen ő a nézőnek sokkal fontosabb szerepet tulajdonít, mint magának, illetve mint a művésznek. Tehát a néző igazából a fontos, és az én munkáim esetében meg egy kicsit ki is van erre hegyezve a dolog, mert gyakran a nézőnek kell megtalálni egy helyes nézőpontot, ahonnan feltárulkozik a kép második jelentése, ami gyakran fontosabb, mint az első jelentés. Vagy a nézőnek kell egy tükröződő fémhenger betételével, illetve a grafikára történő rátételével megtalálni tulajdonképpen a megfejtését a képnek. Tehát valamennyire aktív szerep váratik el itt a nézőtől.
és egy picit, hogy előre szaladjak annyiban, hogy tulajdonképpen ez a kiállítás, ez majd kapcsolódni fog ahhoz a képzőművészeti filmszemléhez, amelyet itt rendeznek. Tehát, hogy előre szaladjak, valahogy a mozgás, a filmszerűség benne van ezekben a munkákban, és amikor Szem Adám Gyuri barátom, aki éppen megjelent itt a háttérben, kiválasztotta az én munkáimat, hogy ezek legyenek itt kiállítva, valószínűleg erre a filmszerűségre gondolt.